Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket és érdeklődőt. Ez alkalommal az Új Szövetségből, a Jelenések könyvéből fogunk egy mondatot olvasni a győzelmesről. Átgondoljuk, hogy hogyan is válhat az ember győzelmes, és hogyan maradhat meg a győzelmes életben. A Jelenések könyvéből olvasunk igét, a harmadik részből. Hát ez a legjobb gyülekezet, a híd gyülekezet közül, amiről a Jelenések könyvében olvashatunk. A harmadik rész, 12. verse. Tehát aki győz, erről fogunk beszélni. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől az én új nevemet. Jelenések könyve harmadik része, 12. verse, egyetlen egy vers, mégis nagyon sok üzenetet tartalmaz. Az egyik ugye a győzelemről szól, hogy aki győz. Itt személy szerint rólam is rólad van szó, és a személyről magáról, az Úr személyesen akar erről velünk beszélni, és az eklézsiáról, a gyülekezetről, a közös győzelemről. A tanítványokat az Úr nem egyenként hívta el, és nem egyenként küldte ki, hanem közösségbe helyezte el őket, és szolgáló közösségben éltek, legalább ketten mentek egy szolgálati helyre, az egyik bizonyságot tett, addig a másik imádkozott. A győzelemnek ez nagyon nagy titka volt, hiszen az egész világon elterjedt az evangélium, az Úr tanítványai, apostolai, egyszerű hívő embereken keresztül is. Nekem nagyon kedves szüleim voltak, és kicsi gyerekkorom óta mindig ismertem ezt a mondást, amit édesapám is, édesanyám is sokszor elmondott, még iskolába se jártam, hogy ki az erős ember. Mindig találgattunk, hogy ki mindenki lehet az erős ember, akinek nagy izgmai vannak, aki sokat edz, és sok mindent. És tudtam, mert sokat hallottam, hogy az az erős ember, aki le tudja győzni önmagát. Ez egy óriási nagy hatalom, amikor az ember önmaga fölött is győzelmet arathat. Az ige beszél ugye az óemberünkről, amelyik mindig újra és újra föl akar támadni és éledni, de Krisztus nevébe le lehet győzni, és hogy ehhez ad az Úr erőt. Gyerekkoromban gondoskodtak a szüleim arról, hogy sportoljak, hogy megtanuljam azokat a dolgokat, érzéseket, amikor az embernek a saját erejét felül kell teljesíteni, és ezt nagyon sokszor átéltem, hogy a holdponton túljutva lehet győzelemre jutni. A legnagyobb győzelem az ember életében, amit átélhet, az, hogy a Krisztus hívását meghallva, amikor meghalljuk a Krisztus hívását, nem vagyunk süketek, akkor nem közömbösen halljuk azt, hanem a szívünk elkezd vágyakozni a Krisztus közössége után, és megtérünk. Ez egy csodálatos dolog, és ehhez az ember akarata is szükséges, hogy az Urat válasszam, és ne elutasítjam. Az általa kapott új élet is egy nagyon csodálatos dolog, amit viszont Istentől kapunk, hogy ő feltámaszt Krisztussal együtt egy új életre. És az embernek ezt az akaratlagos döntését, hogy Krisztusnak adom az életemet,
hogy Krisztust követem, Krisztussal együtt győzelmes életünk lesz, és győzelemre hivatunk el. Itt Jézus az ige nem azt mondja, hogy lehetetlen az, hogy győztes légy, minden megtért, újjászületett embert a Krisztus a győzedelmes életre hívott el. Én jó pár évtizeddel ezelőtt egészen fiatalon hallottam meg az Úr hívását, és adtam át az életem az Úrnak, és elmondhatom nektek, hogy minden dologba, ami küzdelmes volt, akár önmagammal szembe, akár a bűnnel szembe, akár ördögi dolgokkal, akár gonosz emberekkel szembe, hogy az Úr mindig győzelmet adott. Nem úgy, ahogy mi elképzeljük, hanem az ő nagy, hatalmas dicsősége szerint, és ha az életemre visszanézek, akkor csak magasztalni és áldani tudom, mert a győztes Krisztussal együtt az én életem is győzelemre jutott. Ha nem adjuk át az életünket az Úrnak, nélküle vesztesek vagyunk. Az élet dolgaiban is, és az örök létben is, hiszen aki nem hisz a fiúba, aki nem adja át az életét az Úrnak, aki nem a Krisztussal él, nem krisztusi életet, annak már az, aki nem hisz, elkárhozik, mondja Pál apostol, elkárhozott múlt időbe. És hogy ezért nem mindegy az, hogy igazán a győztes Krisztussal tudunk együtt élni. Jézus nélkül minden ember vesztes. A legnagyobbat veszítjük el, a mennyei atya és az ő országához való jogot. Mennyei atyának azért szólíthatjuk az örökkévaló Istent, mert Jézus Krisztus meghalt értünk, és a Krisztusba lett mennyei atyánká, és a legnagyobb bizalommal mehetünk hozzá minden kérésünkkel. Minden keresztény ember győztes Krisztus által, és nem más által. Sokan bíznak magukba, az erejükbe, de így, ahogy néztük az olimpiát, ugye a televízión keresztül voltak, akik az elmúlt időszakban voltak az előző olimpiai versenyen, olimpiai bajnokok, aranyérmesek, de már nem tudták megtartani a helyet, csak másodikak lettek, vagy netán kiestek, mert hogy a tartós győzelem az nem az emberi teljesítménynek a hozadéka, hanem a Krisztus kegyelmes szeretete, és ő az övéit győzelemre juttatja. Hogyan lehetek győztes? A görög szó azt jelenti, hogy Krisztusban él folyamatosan, aki Krisztusban él, folyamatosan győzhet. És tulajdonképpen ez a titka a győzelmes életnek. A langymeleg közömbös ember eltávolodik az Úrtól. Már nem Krisztusban van, csak Krisztus mellett esetleg. A gyönyörű szőlőtőkéi voltak az apósomnak, nagyon büszke is volt rá, hatalmas fürtöket termett, és nagyon szép levelei is voltak, és amikor ugye nézegette az ember, akkor hirtelen a szőlőkaróról is azt gondolta, hogy ez a tőkéhez tartozik. Hát én ugye, aki nem vidéken nőttem fel, könnyen ebbe a hiedelembe estem, de hát aztán megmutatta, hogy az oda van mellé verve, arra fut fel a szőlő, vessző, és hát megtartja, és így terem gyümölcsöt. Aki langy, meleg és közömbös, az Krisztus mellett él élettelenül, és mivel nincs benne élet, versenyképtelen, nem tud győzni. Nagyon
sok hívő ember felteszi a kérdést, hogy mit tegyek, amikor visszaesek, amikor elesek, amikor leural a bűn, amikor bukdácsoló hívő vagyok, és bukdácsolóvá lesz az életem. Én úgy gondolom, hogy vissza kell térni az Úrhoz. Újra és újra meg kell keresnünk az Úrral való személyes közösséget, elmondani mindazt, ami a bukáshoz vezetett, akár a bűneinket, vétkeinket, netán azokat a bálványokat, amikért kompromisszumot kötöttünk, ugye egy kicsit a Krisztusban, egy kicsit a világban, és ha igazán bűnbánatra jutunk, akkor az Úr előrébb visz bennünket, vagyis a Krisztusban maradása, benne való elrejtőzés záloga a győzelemnek. Az én életemben is nagyon sokszor voltak olyan dolgok, amik távol vittek az Úrtól, sok keserűség. A keserűség mocsara az el tudja nyelni az embert, és nem tud élő hitben megmaradni, és nagyon sokszor megkerestem az Urat a nagy keserűségbe is, és az Úr abból kihozott, és az ő vigasztaló szent lelke által megerősített, és győzelmet adott. Nem kell belefulladni a búbánat, meg a keserűség mocsarába, hanem az Úr keresése és a vele való közösségben való megújulás elhozza, hogy győzni tudunk. Ma már nagyon sok mindennek nem is tulajdonítok jelentőséget, és elgondolkozom rajta, hogy micsoda csapdája volt az ördögnek, hogy felnagyította. Hát hiszen ezek nem olyan lényeges dolgok, már hogy a keserűség, a búbánat. Föltehetjük azt a kérdést is magunknak, hogy lehet-e folyamatosan győzni? Az Úr azt mondja, igen. És Péter apostol is ugye a félelem miatt, az emberektől való félelem, a szenvedéstől való félelem miatt megtagadta Jézust, az Urat. De Jézus szeretete nem hagyta őt ebbe, hanem megkereste őt, és föltette a kérdést, hogy jobban szeretsz engem a világnál, jobban szeretsz ezeknél, akik megfélemlítettek, a saját életednél. És az Úr addig kérdezte Pétert, amíg igazán nem tudta kimondani, sírva, hogy te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. A Krisztus szeretete az, ami a folyamatos győzelmet hozza az életünkbe, annyira, hogy Péter apostol mindent vállalt az Úrért, a börtönt, átélte az Úr szabadító csodáját, ahogy az angyal kihozta a börtönből, és ugye a hagyomány szerint fejjel lefele halt meg a kereszten, mert azt mondta, hogy ő nem méltó, hogy úgy halljon meg, mint az Úr Jézus Krisztus a Mester. Hatalmas győzelem volt ez Péter életébe, és a mi életünkbe is. Miért is tette Pétert az Úr, mindezt miért engedte meg az életébe, ezt a bukdácsolást, ezt a visszaesést? Azért, mert az Úr a nátszál Péterből kősziklát teremtett, akire rá tudja bízni az övéit. És hogy ezt olvassuk itt az igébe, aki győz, az oszloppá teszem. Ilyen oszlop volt Péter is az Úr templomába, hiszen ő építette Pétert bele az eklézsiába, szilárdá is teherbíróvá tette. És az oszlop, páteszebb, az oszlop az terheket visel, egy jól megtervezett épületbe az oszlopot úgy tervezik, hogy az a súlyát, a terhét a tetőnek, az egész épületnek tartani és bírni tudja. Ha régi
ókori templomokra, építményekre gondolok, sokszor már csak az oszlopok vannak meg, és állnak még mindig ott a helyükön, és megcsodáljuk őket. Görögországban rengeteg ilyen helyen jártam, és láttam ezeket a gyönyörű szép oszlopokat hatalmas kövekből voltak fölépítve, de a helyükön maradtak évezredek múltán is. Nagyon fontos dolog az, hogy az Úr nem csak azért hív el bennünket, hogy itt éljük a magunk életét, hogy ne vádoljanak a bűneink, hogy nyugodtan tudjunk aludni, hanem azért is, mert ő ránk bíz terheket az ő templomába, és úgy gondolom, hogy az oszlop az a helyén marad. Elhelyez mindenkit az Úr a gyülekezetbe, az eklézsiába, kit hol hív el az Úr, és nem azt mondja az oszlop, hogy kérem, hát én elmegyek, egy kicsit körülnézek, vannak más épületek is, ahol vannak oszlopok, én oda beállok, mert hát, ha ott kevesebb teher nehezedik rám, vagy beállok, mert ott szebbnek látszom, vagy ott talán hasznosabb vagyok. Ez nem így működik. Akit az Úr egyszer elhelyez az eklézsiába, az ő testébe, a gyülekezetbe, azt pontosan az ő terve szerint helyezi el, és annyi terhet rak rá, amennyit ő elbír hordozni. Senkit nem hagy erején felül, hanem megadja mindig a szükséges erőt. Nagyon fontos, hogy ezt tudomásul vegyük, hogy az örökkévaló templomba állandó pozíciója van az oszlopnak. És ez azt jelenti, hogy az alkotója, az oszlop elhívója, alkotója, megálmodója és megvalósítója, aki formálta Jézus képére és hasonlatosságára formál bennünket, hogy győztesek lehessünk, ahogy az Úr Jézus Krisztus is legyőzte a halált is, és győzött a Golgotai kereszten. Szeretnék itt egy pár gondolatot mondani az oszlopokkal kapcsolatban, hogy olvasunk a Bibliában azért olyan oszlopokról, amik összerogytak. A Sámson történetében igen, szó van arról, hogy Sámson nagy hajjal, mint hívő, nagyon, nagyon sokat tett az Úr ügyéért, győzelmei voltak, sorozatos győzelmei voltak a túlerővel szemben is, és amikor az ellenségnek sikerült a titkát megtalálni, akkor ennél fogva hatalmuk volt rajta, kiszúrták mind a két szemét, és egy taposó malomba helyezték el, és ott ennek a taposó malomnak a környékén voltak ilyen hatalmas épületek, amik oszlopon nyugodtak. Sámson, amikor bűnbánatra jutott, akkor könyörgött az Úrhoz, hogy de most még az egyszer, és átkarolta azokat a nagy tartószlopokat, és összetört. Ez már az Isten ereje volt. A világ is csinál oszlopokat, nem csak a hitvonalán ismerünk oszlopokat, a világ is csinál oszlopokat, de hogy mégis azok az oszlopok összetörnek az Úr ítéletében. És hogyha mi is ilyen oszlopokon nyugszunk, akkor a mi életünk is összeomlik. De aki ezt az oszlopot ismeri, amiről a Jelenések könyve beszél, hogy annak az élete nem rendül meg. Itt ugye a filadelfiai gyülekezetnek
szól mindez az ígéret, és ha ismerjük a helyet, akkor tudjuk azt, hogy nagyon földrengéses vidéken épült Philadelphia, egy olyan zónába, ahol nagyon sokszor volt földrengés, és az emberek nagyon bizonytalanok voltak sokszor, amikor megérkezett a rengés, instabillá vált az otthonuk, és sok összeomlott, és hogy el kellett onnan menniük, és most is ugye sokszor látjuk, halljuk, hogy a hírekben, hogy földrengés van, és hogy evakuálnak embereket, és sokan meghalnak, a romok alatt rekednek. A világ is épít oszlopokat, ilyen dicsőséges oszlopokat. Ha egy-egy hadvezér, amikor győzött, akkor magának állítatott egy oszlopot, de minden hadvezér elment a minden élő kutyán. És ne felejtsük el, hogy Absalon is állított magának egy oszlopot, akik meg akarta ölni az apját, Dávidot. Igen, és amelyik oszlopon rajta volt a név, ahhoz tartozott az oszlop, azé volt. És ha Isten neve van rám írva, ha az Urat sugározza ki az életem, akkor mindenki tudja ezen a világon is, hogy én hozzátartozom. És a gonosz is tudja, hogy én rám föl van írva az Úr neve, és ő nem közelíthet hozzám, mert én az ő tulajdona vagyok. És oda át is az Úr neve ránk lesz írva. Ez egy nagyon nagy kegyelem és hatalmas tisztesség. Én gyermekkoromban nagyon büszke voltam az édesapámra, és sokszor a szünetbe ott ebédeltünk vele együtt a nagy ebédlőbe, egy komoly vezetőbeosztású valaki volt, és hát sokszor álltam az ajtaja előtt a folyosón, mert valakivel beszélgetett, tudtam, hogy nem lehet zavarni, és jöttek ugye ebédelni a kollégái, és megkérdezték, mondta, te szép kislány, kinek a kislánya vagy? És akkor kihúztam magam, és mondtam az édesapám nevét. Mert büszke voltam, hogy az ő gyermeke lehetek, mert annyi sok szeretetet és szépet tudtam tőle kapni. És úgy gondolom, hogy mi is ilyen nagyon nagy megtiszteltetésnek vehetjük, hogy az Úr neve ránk van írva. Itt szó van az Új Jeruzsálem nevéről is, hogy az Új Jeruzsálem neveit is felírja az Úr, ez pedig a városba való polgárjogot jelentette, ki melyik városhoz tartozott. Ma is így van, ugye be kell írni, hogy a születési helyet. És ez ugyanígy van, hogy az Új Jeruzsálemnek a neve is a mi születésünk helye, és mi oda tartozunk, és nagyon büszkék lehetünk arra, és boldogok lehetünk, hogy Isten városának a polgárai lehetünk. A teremtésben az Úr mindenkinek nevet adott. Olvassuk a Mózes első könyvébe, a teremtés történetbe. Ennek nevezte, annak nevezte, sőt, Ádámtól is megkérdezte, hogy hát milyen nevet adna. Ádám is fel lett ruházva azzal, hogy neveket adott az állatoknak. Igen. Minden. Az új név adása az új világrendet jelzi. Krisztus új neve, amely eddig ismeretlen a régi világ előtt. Királyok királya, uraknak ura. Vajon te ismered az Úr Jézus Krisztus nevének az erejét? Mert győzelemre csak úgy lehet jutni, ha az ő nevével járunk.
Ha emberi mértékkel mérjük, akkor a gyülekezetek is sokszor kicsik is, számban is, erőtlenek is, de hogyha megőrzik az Úrtól rábízott evangéliumot, és azt továbbadják, és elvégzik a bizonyságtételt ebben a világban, akkor Isten hatalma őrzi a gyülekezetet az üdvösségre, és a Krisztus győzelmének a részes társai lehet a gyülekezet. Lehet, hogy ennek a világnak csak megtűrt és megvetett polgárai vagyunk, de Isten országának a megbecsült oszlopai lehetünk. És ez egy nagyon csodálatos szolgálat és feladat. Testvérem, a gyülekezetbe te oszlop lettél? Isten terve szerint tartod és viszed a terheket? Vagy magad választod a magad szolgálatát, ami kényelmes, ami neked nem esik nehezedre? Az Úr azt mondja, hogy aki győz, azt oszloppá teszi az ő Istenének templomába, házába. Itt a földön is a gyülekezetbe oszloppá tesz az Úr, és terheket bíz ránk, és ahogyan növekszünk a lelki életben, Krisztusban, érett férfiúvá leszünk, annál több terhet tud ránk bízni, és oszloppá akar tenni a családban, hogy a mieink is Isten népéhez tartozzanak, oszloppá akar tenni a világba, a munkahelyünkön, az emberek között, a környezetünkbe, hogy megismerjék az egyedül élő Istent, a megváltó Jézus Krisztust.